A képviselők által megfogalmazott javaslatokat beárasztatják, amelyeket a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság hagy jóvá. Eddig egyetlen egy olyan kezdeményezés sem volt, amelyet ne tudtak volna elfogadni. Ezek mindig jó célokra mennek. Általában városfejlesztési célokra vagy civil szervezeteket próbálnak segíteni. Én magam a tavalyi évben két tételre használtam fel a képviselői keretemet. Az egyik a II. János Pál szobor kialakítása, ami én úgy gondolom, hogy nagyon szép lett, és erre használtam a képviselői keretemet, illetve könyvkiadásban nyújtottam segítséget. A képviselői keret támogatásával alakítottak ki egyebek mellett parkolóhelyeket a Deák Ferenc utcai óvoda udvarán. Ebből a forrásból újult meg az egyik Derkovics lakótelepi játszótér, és mozgássérültek által is használható játékot helyeztek ki a Joskarola lakótelepen. 2016 évben úgy gondolom, hogy nagyon hasznosan és nemes célok érdekében sikerült a képviselői keretem egy részét felhasználni. Ezek közül természetesen kiemelném a választókörzetemben megoldásra váró és legalább egy évig tartó folyamatos emisszió méréshez történő képviselői hozzájárulásomat. A képviselő támogatta a II. János Pál pápa szobor kialakítását és hozzájárult a Nyitra utcai iskola jubileumi kiadványa megjelentetéséhez is. Másfél millió forintot szeretnék a képviselőkeretemből a 14-es utcáruton a volt tiszti lakások, tehát ez a úgymond 14-es utcáruti lakótelepi részen kutyafutatót szeretnénk kiépíteni, ugye egy bekerített területről lenne szó, ahol utcabútorokat, személygyűjtő edényeket helyeznénk ki. Ezen kívül szintén a 14-es utcáruton a 112-114 között egy zöldfelületi pihenő részt szeretnénk kialakítani. Egy külön projekt keretében tervezik a volt Huszár laktanya északi részén a 11-es Huszárút és a Lovas utca közötti összekötő út építését is.